Tudja, maga pontosan olyan, amilyennek elképzeltem. Remélem, jó barátok leszünk. Köszönöm, várják is azt, hogy igazán köszönöm. Hála Istennek, én úgy örülök, hogy az édesanyja nem rontotta el magát. Hogy érti ezt? Hát, úgyhogy nem nevelte túl jó modornak. Tudja, várják is azt, hogy én született anarchista vagyok. Én gyűlölöm a tekintélyt. Attól romlik meg a viszony szülő és gyermeke, sőt, még anya és lánya között. Na hát én mindig attól féltem, hogy az édesanyja labba veti majd minden tekintélyét, és igyekszik nagyon jó modorúnak nevelni magát, most pedig végtelen örömmel állapítom meg, hogy nem így történt. Az előbb modortalanul viselkedtem? Na, dehogy Isten, őriz! Legalábbis nem volt modorosan modortalan, hiszen érti, ugyebár? Igazán nagyon kedves volt magától vár egy kisasszony, hogy felajánlotta a barátságát. Nagyszerűek maguk, modern lányok, csodálatosak és nagyszerűek. Igazán? Igen, amikor én olyan idős voltam, mint maga, a fiatal férfiak és nők féltek egymástól. Nem volt közöttük jófajtási viszony, semmi természetesség, csak valami hihetetlenül közönséges és affektált udvariaskodás, hogy a regényekből tanulták, lányos tartózkodás, férfias lovagiasság, mindig nemet mondani, amikor az ember igent gondol, a félszeg és őszinte lelkek valóságos kálváriája. Azt hiszem, szörnyű időpocsékolás mehetett végbe akkoriban. Különösen a nők részéről. Időpocsékolás. Igen, az egész életüket elpocsékolták, mindent. Na de úgy látom, hogy javul a helyzet. Őszintén szóval, szinte lázasan vártam, hogy megismerkedhessem magával, amióta a nagyszerű Cambridge-i eredményről hallottam. Az én időben nem is álmodtak volna ilyesmiről. Csodálatos igazán, hogy maga lett a harmadik a matematikai versenyen. A harmadik az igazi, higgye meg nekem. Az első az mindig egy lehetetlen álmodozó figura, aki szinte betegesen át van itatva a tudományával. Nem fizetődik ki. Ugyanezért a pénzért nem csinálnám meg még egyszer. Ugyanezért a pénzért? 50 fontért csináltam. 50 fontért? Igen, annyiért. Maga persze nem tudja, hogy történt. Mrs. Latham, aki tanárom volt Cambridge-ben, azt mondta anyámnak, hogy ha komolyan neki megyek, még díjat nyerhetek a matematikai versenyen. Akkor éppen tele voltak a lapok azzal, hogy Philippa Summers legyőzte a tavalyi nyertest, és... Hát emlékszik rá, ugye? Mindegy. Szóval legyőzte, és az anyám a fejébe vette, hogy én mindenképpen kövessem a példáját. Én azonban kijelentettem, hogy nem vagyok hajlandó magolni, hiszen úgysem készülök tanárnak. De 50 fontért megpróbálom elnyerni a negyedik vagy az ötödik díjat. Anyám persze morgott egy kicsit, de aztán belement. Én pedig álltam az alkut, sőt, harmadik lettem. De ennyiért nem csinálnám meg még egyszer. 200 font se lenne sok érte. Uramisten! Maga aztán nagyon is gyakorlatiasan nézi a dolgokat. Miért? Arra számított, hogy nem vagyok gyakorlati ember? Nem, de éppen gyakorlati szempontból. Hát nem csak a befektetett munkát kell nézni, hanem azt is, hogy milyen műveltséget szerez vele. Műveltséget? Kedves Preld úr, tudja maga, mit jelent a matematikai versenyvizsga? Magolni, magolni, magolni. Naponta 6-8 óra hosszat. Számtant magolni, de csak is számtant. Állítólag én értek valamit a tudományhoz. Pedig a hozzávaló matematikán kívül semmi egyébhez nem értek. Tudok számításokat végezni mérnökök, elektrotechnikusok, biztosítótársaságok számára, de a mérnöki tudományról, a biztosításról, az elektrotechnikáról halvány fogalmam sincs. Még számolni se tudok igazán. Matematikán, teniszezésen, evésen, alváson, sétáláson és biciklizésen kívül én minden egyébhez épp oly hatökör vagyok, mint az összes többi nő, aki soha nem is indult a versenyen. Micsoda szörnyű, aljas, gonosz rendszer, én tudtam. Mindjárt éreztem, hogy szétrombolna mindent, ami szép, ami nőies. Ami a versenyt illeti, egyáltalán nincs kifogásom ellene. Nyugodt lehet, hasznát fogom venni annak, amit tanultam. Nem mondja is, hogyan? Irodát nyitok a Cityben. Biztosítási statisztikával és telekönyvi átírással foglalkozom. Ezzel az ürüggyel egy kicsit belekeveredem a jogász életbe, és közben a fél szememet állandóan rajta tartom, az értéktőzsdén. Ide is azért jöttem le, hogy jogot tanuljak, nem pedig vakációzni, ahogy az anyám hiszi. Gyűlölöm a vakációkat. Meghűl bennem a vér. Hát nem vágyik arra, hogy egy kis szépség, egy kis romantika legyen az életében? Nyugodt lehet, hogy egyikre se vágyom. Ezt nem gondolhatja komolyan. De igen, szeretek dolgozni.
És szeretem, ha megfizetnek érte. Ha belefáradtam a munkába, akkor egy kényelmes karosszékre vágyom. Egy szivarra, egy pohár viszkire és egy jó detektív regényre. Nem hiszem el. Művész vagyok, tehát nem hihetek. Nem akarom el. Maga csak azért beszél így már ilyen kisasszony, mert még nem fedezte fel, hogy milyen csodálatos világot tárhat maga elé a művészet. De igen, felfedeztem. Tavaly májusban felutaztam Londonba. 6 hetet töltöttem Honoria Frasernél. Anyám persze azt hitte, hogy egész nap a várost járjuk és nézelődünk. Valójában én minden nap ott ültem Honoria irodájában. Biztosítási statisztikákat készítettem neki, és a segítségére voltam. Ha? Már mennyire egy magamfajta zöldfülű törtelle. Esténként dohányoztunk, beszélgettünk. Eszünkbe se jutott, hogy elmenjünk hazúról legfeljebb friss levegőt szívni. És mondhatom, én még soha ilyen jól nem éreztem magam. Annyit kerestem, amennyire szükségem volt, és közben teljesen ingyen. Kitanultam a szakmát. Nagy Isten szerelmért, várj egy kisasszony. Ezt nevezi maga művészet felfedezésének. Jaj, várjon egy kicsit, hát nem így kezdődött. Egyszer meghívott egy ilyen művészies hajlamú család. Együtt jártam a lányukkal Cambridge-be. Elvittek az operába, a Nemzeti Képtárba, meg egy koncertre, ahol egész este szólt a zenekar. Beethovent játszottak, Wagner, ilyeneket. Hát nincs az a pénz a világon, amiért még egyszer végigcsinálnám. 3 napig udvariasságból kitartottam. De aztán kereken megmondtam, hogy nem bírom tovább, és visszamentem az irodába. Na. Hát most már tudja, hogy milyen csodálatos, nagyszerű, modern lány vagyok én. Mit gondol? Jóba leszek az anyámmal? Hát remélem. Inkább arra volnék kíváncsi, hogy mit gondol. Nem arra, hogy mit remél. Őszintén megmondom. Az az érzésem, hogy az édesanyja csalódni fog egy kis én, nem mint, hogyha maga ebben egy csöppet is hibás lenne, a világért se értsen félre, de maga valahogy annyira különbözik az ő ideáljától. Mi csodájától? Az ideáljától. Ezt úgy érti, hogy a rólam alkotott ideáljától? Igen, úgy. Na és milyen az az ideál? Nézze, várjunk kisasszony, bizonyára maga is észrevette már, hogy azok az emberek, akik nincsenek megelégedve a saját neveltetésükkel, azt hiszik, hogy minden a legnagyobb rendben lenne ezen a világon, hogyha mindenkit egészen másképpen nevel. A maga édesanyjának az élete pedig... Na, de hiszen tudja. Nem tudok semmit, Fred úr. Alig ismerem az anyámat. Én kisgyermekkorom óta Angliában éltem. Iskolai vagy egyetemi internátusokban, vagy fizetett szállásadóknál. Amióta az eszemet tudom, én mindig kosztos diák voltam. Az anyám Bécsben élt, vagy Brüsszelben, és sohasem engedte, hogy meglátogassam. Mi csak akkor találkozunk, amikor néhány napra Angliába látogat. No, én ezt nem panaszképpen mondom. Én mindig nagyon jól éreztem magam. Az emberek mindig nagyon kedvesek voltak hozzám. És mindig volt elegendő pénzem, hogy kényelmesen éljek. De ne higgye, hogy én bármit is tudok az anyámról. Sokkal kevesebbet tudok róla, mint maga. Hát, hogyha így áll a dolog, akkor nem milyen butaságokat is beszélünk itt mi ketten. Hát persze, hogy jóban lesz a mamájával, de még mennyire, hogy jóban lesz vele. Jaj, milyen elragadó környéken lakik, várjen kisasszony. Kissé hirtelen tért át erre a témára, Fred. Olyan az anyám élete, hogy nem lehet róla beszélni? Kérem, kérem, ne mondjon ilyet. Hát, nincs abban semmi különös, hogy egy kis tartózkodó vagyok, amikor egy régi jó barátomról beszélünk a hátam mögött, ráadásul éppen a lányával. Majd, ha megjön, éppen eleget beszélhet vele erről. Téved. Ő se fog erről beszélni. Hát mindegy. Úgy látszik magának, jó oka van rá, hogy nem mondjon el nekem semmit. Csak egyet gondoljon meg, Fred úr. Én azt hiszem, nagy csata lesz, ha közlöm anyámmal a londoni terveimet. Magam is attól tartok. Hát, ebben a harcban én fogok győzni. Mert nem akarok semmi mást, csak a vasúti jegyemet londoni. És másnap már egyedül keresem meg a kenyeremet Honoria Fraser irodájában. Meg aztán
Nekem nincsenek titkaim. Az anyámnak pedig úgy látszik, vannak.